A parlag főmentesítéssel kapcsolatban adott ki tájékoztatást Duna Bogdány község önkormányzata. A parlag főgazdasági és közegészségügyi szempontból egyaránt a legjelentősebb gyomok közé tartozik, olvasható a Bogdányi Híradó augusztusi számában. A parlag főmentesítés közös ügyünk, de elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve az ingatlan használójának törvénybe foglalt kötelezettsége. A fővárosi és a Pest vármegyei kormányhivatal ingatlanügyi hatóságai és a jegyzők minden évben helyszíni ellenőrzést végeznek-e kötelesség betartása érdekében. A parlagfüves területek ellenőrzései idén is már május 13-án megkezdődtek. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Továbbá kimondja, hogy parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. Tehát a hatósági intézkedés jogalapja a védekezési kötelezettség elmulasztása és nem az egészségkárosítás tényállás megvalósulása. Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ingatlanján a parlagfű fejlettsége legalább virágbimbos állapotban van, közérdekű védekezést kell elrendelni. Külterületen a földhivatali mezőgazdászok a parlagfűves területekről jegyzőkönyvet vesznek fel, és a parlagfű információs rendszeren keresztül a Pest vármegyei kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági állategészségügyi növény- és talajvédelmi főosztály, növény- és talajvédelmi osztálya részére továbbítják az ügyintézésre. Amennyiben a jegyzőkönyv alapján a területen a parlagfű száras, leveles állapotban van, az NTO felhívja az ingatlan használójának figyelmét a jogszabályi kötelezettségének teljesítésére, az eljárás megindítást mellőzve, de a virágbimbó kialakulását követően már eljárást indít és közérdekű védekezést rendel el. Az NTO a kultúrnövény károsodásával együtt járó közérdekű védekezést csak abban az esetben rendeli el, ha a virágbimbos parlagfű borítottsága a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet értelmében belterületen a helyszíni ellenőrzést a jegyző végez, és szintén a jegyző feladata, hogy a belterületen az első számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján és a földhivatali portálon közzétett formanyomtatvány felhasználásával jegyzőkönyvet vegyen fel. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. Nagyon fontos ezért belterületen is az ingatlanok parlagfűvel borított részének négyzetméterben való meghatározása. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 forinttól 5 millió forintig terjed. A parlagfű elleni védekezést elmulasztó a bírság megfizetésén túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. Parlagfű felszaporodására számíthatunk mezőgazdasági és belterületi területeken egyaránt. A parlagfű megjelenhet művelés alatt álló és elhanyagolt, felhagyott művelésű szőlőkben, gyümölcsösökben, hétvégi kertekben, zárt kert ingatlanokban, valamint a vonalas létesítmények nyomvonala mentén ugyancsak. Tekintettel arra, hogy a parlagfű mentesítés közös ügyünk, és annak eredménye pedig csak összefogással lehet sikeres, a felelősség teljes jogszabálykövető magatartás mindannyiunk érdeke.